Medvehagymától zöldelnek a Tolna megyei erdők. A februári enyhe időjárásnak köszönhetően hamar elkezdett kibújni a föld alól a növény, növekedésének viszont gátat vetettek a márciusi fagyok, így az elmúlt évekhez képest idén picit később, az elkövetkezendő 1-2 hétben érdemes majd elindulni és begyűjteni ezt a tavaszi csemegét. Az erdőkben számos helyen fellelhető, gyűjtése során viszont egy nagyon fontos dologra kell figyelni. Nem szabad összekeverni a gyöngyvirággal, aminek a levele mérgező. A legfőbb különbség a kettő között az abban rejlik, hogy a medvehagymának, hogyha megdörzsöljük a levelét, akkor medvehagyma, tehát hagyma illatú a levél, fokhagyma, hagyma illatú, erős illatú a levél, a gyöngyvirágnál ez nem tapasztalható. De én azért arra intek mindenkit, hogy aki ebben nem biztos, nem jártas, az ne kísérletezzen vele. A medvehagyma közkedvelt fűszernövény, számos étel alapanyagaként is szolgál, de nyersen is bátran fogyasztható, hiszen vesetisztító, emésztéssegítő, általános közérzet javító hatása van. Fokhagymára emlékeztető íze miatt a felhasználása széles körű. Az a cél, minél kevésbé főzzük, pároljuk, minél több ásványi anyag, vitamin benne maradjon, de hogyha főzni szeretnénk, akkor akár mártásokba, akár levesnek, krémlevesnek, azt is fogunk egyet csinálni, de húsokat tölthetünk vele, tésztába belesüthetjük, köretnek adhatjuk. Saját fogyasztása fejenként naponta 2 kiló mennyiség szedhető. Kereskedelmi célra gyűjtött medvehagyma és az abból készített termékek árusítása már engedélyköteles. Itt mennyiségtől függetlenül is engedélyt kell kérni az erdőgazdálkodótól. Természetvédelmi oltalom alatt álló és a magántulajdonban lévő erdőkben már a saját felhasználásra gyűjtött növény is engedélyköteles.